Egyetlen magyar ökölvívóként 4 olimpián vett részt Gedő György, aki 1972-ben Münchenben papírsúlyban aranyérmet szerzett. Emellett 2 Európa-bajnoki elsőség és egy EB bronzérem is szerepel a Vasas korábbi versenyzőjének dicsőség listáján. A 8-szoros magyar bajnok 597 meccséből egy döntetlen mellett mindössze 10-et veszítette el. A 70. születésnapját az elmúlt héten ünneplő sportember 2 éve a szövetség szakfelügyelőjeként dolgozik. Nyíregyházán a Dávid Sportklub meghívásának elegettéve a Betlen iskola diákjainak tartott élménybeszámolót pályafutásáról. Bízom benne, hogy nagyon sok fiatalt sikerül meggyőznöm az ökövó sport szempontjából, és az ökövó sport javára, hiszen nem boxról, meg bunyóról beszélünk, hanem ökölvívásról, és az orsról nagyon nagy különbség. Tehát ezt, ha én tudnám zongorázni, akkor én nem is tudom, talán én lennék a legújabb zeneszerző. De az az igazság, hogy gyerekeket meg kell tanítani a mai felfogásuk mellett az ökölvívó sportra, hiszen mi versenysport vagyunk, és én nagyon nem kétszer mondtam el azt, hogy nem küzdősport vagyunk, hanem technikai sport vagyunk, és a technikai sport mellett pedig nagyon hirtelen, hogy is mondjam csak én, ilyen feltalálónak kell, hogy legyen az a fiatal, aki felismeri a helyzetét, a helyzet kihasználását meg tudja oldani. És erre rá kell vezetni, rá kell tanítani. Mert ha valaki nem tanulja meg, mert ezt meg kell tanítani, és nem tudja az edző megmagyarázni neki, akkor baj van. A rendezvényen ott volt Erdély Zsolt, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke is, aki arról beszélt, hogy elindult egy szakmai program megvalósítása, amelynek célja a sportás sikerességének megalapozása. Most egy átmeneti, remélem, hogy csak átmeneti hullámvölgyben vagyunk. Komoly szakmai stábbal neki kell állni egy új koncepciót kialakítani ahhoz, hogy a magyar ökölvívás ismét a régi fényében ragyoghasson. Erre már megvan a koncepció, most már tényleg már csak a megfelelő embereket kell megtalálni a megfelelő pozíciókra, a megfelelő edzőket, ugye kell az edzőképzés, kellenek akár külföldről behozott élmények, tapasztalatok, vagy akár külföldi edző segítsége is, és akkor én azt gondolom, hogy a magyar ökölvívás 4-5 éven belül ismét felfelé fog lendülni, de addig valószínűleg lesz még egy ilyen átmeneti kis üresedésünk. Van 1-2 tehetségünk, akiket meg kell tartanunk. Ha meg tudjuk őket tartani, ha megfelelő módon tudjuk őket képezni, biztosítjuk azt a bázist, azt a háttérbázist, amire szüksége van egy e-sportolónak ahhoz, hogy nyugodt körülmények között tudjon felkészülni, megfelelő tudományos háttérrel, megfelelő dietetikussal, aki a súlyát állítja be. Tehát, hogy ezek mind-mind olyan apró nüanszok, amik szükségeltetnek ahhoz, hogy valaki a legjobbat tudja kihozni magából, és a tehetsége megnyilatkoztassék. Az elnök elmondta, hogy a jövő évi tokiói olimpiára a jelenlegi erőviszonyokat figyelembe véve csak bravúrral juthat ki magyar ökölvívó. 4 évvel később Párizsban azonban már több magyar boxoló részvételével számol Erdély Zsolt.